Bemutatkoztak városunk civil szervezetei a főtéren, a Filagóriánál. A karcagi főtéren vagyunk a civil kavalkád programon. Köszöntöm Kovács Istvánnét, a Nagykunsági Cukorbetegek Egyesületének elnökét. Milyen keretek között került megszervezésre ez a mai program? A Kunsági Cukorbeteg Egyesülettől vagyok. Itt a rendezvényünk a Kunsági Civil Fórum keretein belül működik. A Széchenyi pályázattól nyertük ezt a lehetőséget, és ezen belül ez egy jótékonysági rendezvény. Picit kinőtte most már magát. A civil fórumon belül 7 egyesület van. A Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat, az Eszkrima Egyesület. Az Eszkrima Egyesületnek Disznós Imre a vezetője, és a Kunsági Civil Fórumnak is ő a vezetője. Én a titkára vagyok. Illetve hát vannak még civil emberek is, akik segítik munkánkat. Ugye említette, hogy fő célja a jótékonykodás. Hogyan valósul ez meg? Mire gyűjtenek most esetleg? Tudomásunkra jutott, hogy van egy karcagi kisfiú, úgy hívják, hogy Kis Noel Pál, aki 2 éves, ennyit tudunk róla, és beteg. Az őt és családját szeretnénk támogatni. Tombolatárgyakat kértünk az egyesületektől, hogy ebben segítsenek, és akkor a befolyt összeget fogjuk odaadni a családnak. De azért azt tudni kell, hogy karcag megmozdult, és ez egy fantasztikus dolog. Rengeteg adományozó van, nagyon jó lelkű, jó szívű emberek vannak a környezetünkben. Már több mint 60 tombolatárgy van, és még itt a főtérre is hozzák a tárgyakat. Nagyon reméljük, hogy a kisfiúnak, illetve a családjának fogunk tudni ezzel segíteni. A tombola sorsoláson kívül még számos más program is megvalósul itt a főtéren, amit ugye az ide látogatók élvezhetnek. Elevenítsünk föl ezekből néhányat. Mik ezek? Az első fellépők a zeneiskolából, a zeneművészeti iskolából 3 tanár úr érkezett, kvártettet adtak elő, illetve lesz egy ilyen kis mozdulj meg gyerekprogram. Ez egy 15 perces lájtos mozgás. A későbbiekben Kisújról, Mezőtúról és Túrkevéről fognak érkezni fellépők. Ők nótacsokorral, népdalokkal szórakoztatják a vendégeinket, de jól látható, hogy ugye itt nagyon sok programmal várjuk a támogatókat elsősorban, de természetesen minden karcagi lakost, arckifestővel, illetve akadálypályával. Szolnokról, a polgárőrségtől megkaptuk az egyik akadálypályájukat, és azt is felállítottuk. Egészségügyi szűrővizsgálat van, ahol vércukrot, vérnyomást, egyéb dolgokat tudnak nézni, illetve Budai Néma, Csia, akit szeretnék megemlíteni, nagyon-nagyon sok munkát fektetett ebbe a szervezésbe, amit ezúton is köszönünk. Az ő csoportja is kint van, és kézműves munkákat fognak végezni majd délután a gyerekekkel.